A csodálatos harfogás, illetve Péter elhívása, története befejező szakaszához értünk. Olvasom Lukács evangéliuma 5. részének 8-tól a 11-ig terjedő verseit. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A harfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak, és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Mindenre számíthattunk, testvéreim, az előzmények után, csak erre nem, hogy Péter leborul Jézus lábai elé. Számíthattunk arra, hogy ezek a csodálkozásukba magukon kívül vannak. Számíthattunk arra, hogy hálálkodnak, de nagyon Jézusnak. Még esetleg arra is, de hát ez azért már inkább a mi gondolatunk, hogy Péternek szöget üt a fejébe, hogy így kellene halászni. Hogy Jézussal ilyen fix, ilyen bőséges fogásunk legyen, kellene valami üzletet kötni. Ehelyett mit látunk? A nagy esemény után, vagy kellős közepében Péter leborul a lucskos deszkákra, és azt mondja, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ez a legnagyobb csoda. Nem is a telehálók, hanem amikor egy ember meglátja a bűneit, nem egy bűnt, hanem meglátja azt az állapotot, amiben benne van. Péterre rászakadt ennek a csodának a fényében. De tudjátok, hogy miért? Ha hallgatjuk a szavát, nagyot emelkedett Jézus státusza. Azt mondja, hogy Mester, egész éjszaka halásztunk, most pedig Uram. Rádöbbent a csoda közben, hogy itt a menny és föld Ura, itt a Messiás, itt ő Istennel találkozik, és világosság gyúlt a szívében. Mindig Isten csodája az, amikor megvilágítja a szívünket, lelkünket. Mert alapjáratban igaz, minden emberre, aki a földre születik, a bűneset óta, hogy a fejünk búbjától a lábunk ujjáig, ahogy szoktam mondani, totál károsak vagyunk. Bennünk van egy veszettség, és ezért vagyunk mi elveszett emberek, a helyünkből kiesett. Nem csak az a bajunk, hogy elszakadtunk Istentől, és már úgy születünk erre a világra, hanem megromlott természettel születünk. Csak ezt nem ellátja az ember. Hát igen, igen, vannak bűneim, meg nem is kevés, azért mondogatunk sok mindent, de nem látjuk ennek ezt a feszítő nyomorúságát, amit Pál, mert a megtért Pál így mondott az óemberére nézve, az eredeti természetére nézve, hogy olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálra ítélt testből. Péterre rászakad, hogy Jézus, az Isten fia, és én egy hajóban, ez lehetetlen. Eredj el, Uram, rászakad, amiket ő művel, csinál, ami magától értetődő, hogy
akár a társaival kapcsolatban, akár az üzletmenetben, bármiben a hamisságok, a dolgok, amik nincsenek a helyén, de ugye az egész élete hirtelen ott van Jézus fénysugarában. És olyan jó, amit Jézus mond, hogy Péter, hát ezt itt nem olvassuk, de a lényege annak, ami folytatódik, Péter, ha te ezt már látod, akkor kezdhetjük. Hát amíg te ezt nem láttad meg, addig legfőjebb oda sasszézol hozzám, sokan vannak a gyülekezetben is, hogy Uram, én veled akarok járni, és anélkül, hogy meglátná a totál káros voltát, meglátná azt, hogy itt nem csak csatlakozni kell Jézushoz, hanem itt az összetört életemet átadni kell neki. Jézus azt mondja, hogy na látod, Péter, most már indulhatunk. És akkor mondja, hogy ne félj. Ne félj. Hát én ezt láttam eddig is. Csak te nem láttad. Mikor hirtelen rádöbbenünk erre, testvéreim, akkor úgy vagyunk, hogy mint akit lelepleztek. Hát az Úr pontosan látja minden sejtünket. Tudja, hogy porból vagyunk. Ő ismeri az észjárásodat, ismeri a dolgokat. Látja azt, hogy neked szabadításra van szükséged. Az ő szabadítására. És ne félj, mostantól fogva embereket halászol. Ott hagyták a hálóikat mindenestől, és követték őt, ez megérne egy külön alkalmat, most erre nem térünk ki, hogy mit jelent, amikor egy ember az addigit lezárja, és Jézussal elindul az ismeretlen felé. De a biztos jövő felé, a Jézusban kibontakozó, új életében. Ó, de jó, hogyha a hallgatók már átélték, hogy én is megtapasztaltam, rám is rám szokadtak a bűneim, nem egy-kettő, de valaminek a kapcsán összetörtem. És Jézus nekem is mondta, hogy ne félj. Hát én pontosan ilyenekért jöttem, akik már látják, azokkal tudok mit kezdeni, hozd hozzám a te életedet, és ugye Jézus, hát ezért halt meg a kereszten, hogy minden bűnöm büntetését magára vegye, és engem elindítson egy új életben. Aki pedig most vágyik erre, az kérje, Uram, törd össze a szívemet, mutasd meg, világosíts meg engem, gyújts világosságot, így, ahogy Péternél. És én nagyon szeretnék indulni veled azokra az utakra, amiket te készítesz el, azokra a tervekre, amik a te terveid velem. Szeretnék indulni igazi életre. Amen.